Én jó vagyok, és a tegbetyárt nézitek, a gamerek által közkedvelt márka, a Razer kiadta az első telefonját, erről fog következni egy videó, a Razer Phone-ról. A következő három dolog miatt imádom ezt a telefont. Egy, egyszerűen nem követi a 2017-es telefonoknak a dizájnját, és pontosan ezért egy egyedi külsőt kapunk, négy szögletes szélekkel és egy egyedi megjelenéssel és külsőre talán egy kicsit a Sony telefonokra hasonlít. Ezzel a külsővel két miniatűr problémám van. Egy, az oldalsó bekapcsgomb, amiben elhelyezkedik az új lenyomott olvasó is. Szerintem ez a fogás alatt helyezkedik el egy kicsit, tehát mindig fogást kell váltani, hogy megnyomjuk a bekapcsgombot. Másik problémám a bekapcsgomba, hogy nagyon könnyen benyomódik, mivel nincs járása a gombnak, tehát nem is érzed igazából, hogyha benyomod a telefont. A másik problémám a telefon hátulján van, a logó. Bármikor, amikor a telefont a kezedbe tartod, akkor olyan érzése támad, amikor a logón van az ujjad, a koszos lenne ott a telefonnak a hátulja, vagy esetleg megkarcoltad volna, ez elég irritáló tud lenni. A második dolog, amit imádok ebben a telefonban, az a kijelző. Egyszerűen imádom használni bármilyen görgetésnél, mivel az IPS LCD kijelzőnek 120 Hz-es a frissítése, tehát minden animáció sokkal folyékonyabbnak és sokkal gyorsabbnak hat, még akkor is, ha nem az és ez a kijelző frissítés akkor érezhető a leginkább, amikor két telefon egymás mellé teszünk, az egyikben egy 120 hz frissítés van, a másikban pedig egy 60 hz és nagyon szépen lehet látni, hogy mennyi elmosódás van mondjuk egy 60 hz míg a 120 hz nem. A kijelző mellett a hardware is megér egy mondatot, mindebből megkapjuk a legjobbat, és mellé még 8 GB ramot is. Ami pedig igazán jól jön a játékoknál. Szkeptikus voltam a 4000 mAh-es akkumulátorral, és azzal is, hogy 120 hz frissül a kijelző, gondoltam, hogy ez nem lesz elég egy napra se, de pozitívan csalódtam ezzel kapcsolatban is, mivel bőven a másfél napot bírja ez a telefon erős használattal is, és talán a legjobb üzemideje van az összes 2017-es telefon közül. A harmadik dolog, amit imádok ebben a telefonban, az nem más, mint a hangszóró. Mert több mint egy éve mondom, hogyha egy telefonban nem használják ki a kijelzőn tátongó rengeteg helyet mondjuk dupla hangszórókkal, akkor azokat a gyártókat egyáltalán nem tudom megérteni, de idén a Google Pixel bizonyított, és a Razer is. Mivel a Razer a legjobb hangszóró van, amit telefonban bármikor hallottam. És nem csak azért, mivel nagyon tiszta hangzást ad akár 80 vagy 90 százalékos hangerőn is a Stereo Dolby Atmos hangszóró, hanem azért is, mivel nagyon hangos tud lenni. De tényleg nagyon hangos. Egy-két nap után pedig azon vettem észre magamat, hogy rengeteg zenét hallgatok, csak csak a telefonból. Ez, ez eddig teljesen elképzelhetetlen volt, mert mindig doboz hangja van egy telefonnak, vagy tényleg lehet érezni, hogy nem jó hangja, de most ez nincs így. Viszont nem csak jó dolog van ebbe a telefonban, hanem sajnos egy nagyon rossz dolog, az nem más, mint a kamera. Mind a selfie és mind a hátlapi kamera nagyon életlen képeket készít, a HDR nagyon lassan készül el rajta, és egyszerűen nincs dinamikája és nincs szintartománya egy képnek se. Megnyomjuk a hamburgert, lehet látni, hogy nincsenek rajta még videós funkciók, tehát olyan, hogy lassított felvétel, vagy timelapse funkció, vagy ilyesmik, ezek még teljesen hiányoznak, remélem a gyártó minél hamarabb pótolja ezt. Én minden ezek mellett én nagyon meglepődtem, amikor megtudtam, hogy mennyi is az ára ennek a rézer terméknek. Na ugye a rézerről tudjuk, hogy azért bőven szereti egy kicsit túlárezni a saját termékeit, de nem így van a Razer Igen, Magyarországon furán hangozhat, de egy nagyon kellemes 750 eurós árral indít a Razer Phone. De hogy megéri az árát egy nagyon jó kijelzővel és hangszúróval és teljesítménnyel ellátott gyenge kamerás telefon? Hát ezt nem tudom. Ez döntsétek el ti? Szavazzatok! Én Drevi voltam, és találkozunk a következő videóban. Siao